Ha minden lépés élvezet, tám mindegy is, hová vezet. Csak lélegezz, csak lépj, és ennyi. Szívdobogásra menni, menni. Szabó T. Anna kedvenc költeményeit is hallhatta a közönség a keddi találkozón. A József Attila díjas költő amellett, hogy beszél gyermekkoráról, pályája indulásáról, elmondta, szerinte a kortárs költők, írók utat nyithatnak a klasszikusok felé. Legszívesebben Vörös Sándor verseit adná a gyerekek kezébe. A költőnő az olvasókat beavatta versei születésének folyamatába. Gyakran hónapokig hordoz egy-egy sort a fejében, de vannak olyan művek is, amelyek hirtelen megszületnek. Van olyan, ami gyorsan megíródik. Ezt hívják ihletnek egyébként, nyilvánvalóan, de tulajdonképpen az ihlet az a féltudatos állapot. És a féltudatos állapotba vagy belealszik az ember, vagy pedig elkezd valami beszélni, ami több, mint ő. Hát hívhatjuk kollektív tudattalannak, Istennek, múzsának, akármi másnak, de mindenképpen olyan, ami elnyomja az egónak a mohó követelő én szavát, és valami olyasmit mond, ami mindenkire érvényes. Tehát nagyon nehéz eljutni oda, hogy túllépjünk az énünkön, és a közösbe belelépjünk, de akkor lehet a verset igazán befogadni. Kürti László gyakorta hív kortárszerzőket Máté Szalkára. Korábban Szabó T. Anna mellett vendége volt már Jónás Tamás és Kukorelli Endre, novemberben pedig Térei János érkezik majd. Az Esze Tamás gimnázium tanára irodalomórákon is vendégül látja az írókat és a költőket. Tapasztalatai szerint ilyen módon jól lehet motiválni a diákokat. Azt látom, hogy ki tudják választani maguk számára azokat a költőket, akik tényleg közeliek hozzájuk, aki hozzászól. És tudom azt, hogy van, akinek tényleg a Kemény István lírája, aztán most tudom azt, hogy a Szabó T. Annára már nagyon sokan a kollégáknál is, akik bejöttek lelkesülten és nagy örömmel, és a diákok számára is ugye egy olyan korosztályról van szó, középiskolában fiatal a gyerek és a felnőtté válás, a váltás időszakában, ahol rengeteg indulat, rengeteg érzelem, rengeteg etikai és morális alapvetés kezd el valahogy helyére találni, és rendkívül fontosak a versek, és azok a kortárs költők, akik tudnak érvénnyel megszólalni. Kürti Lászlóval való beszélgetésében Szabó T. Anna azt is elárulta a nyíregyházi közönségnek, hogy jelenleg prózát ír. A napokban kerül nyomdába, és egy hónap múlva jelenik meg első novellás kötete Törésteszt címmel. A novellák szereplői olyan alakok, akik nem értik önmagukat. A szerző szerint az írások mélyén a fájdalom és a szív rejtőzik.